Betege valaki közöttetek, hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. Jakab 5:14. Leimádkozni az erőt. A feleségem és én, éppen akkor költöztünk egy teljes evangéliumi gyülekezet pásztor lakásába, a fekete földű észak-közép Texasban, kopogtak, ajtót nyitottam, és egy szőke kisfiú ott állt. Azt mondta. Anyu azt szeretné, ha eljönne érte imádkozni, mert beteg. Nem ismertem a fiút, így azt kérdeztem tőle, hogy hívják az édesanyádat? mondta a nevét. Rájöttem, hogy az egyik vasárnapi iskolai tanítomról van szó azt feleltem neki. Fiam, várj meg itt! Felveszem a nyakkendőmet és a kabátomat, utána mutasd az utat a házatokhoz. Idegen voltam a városban, és nem ismertem az utat. A fiú tehát elkísért hozzájuk volt a zsebemben egy kis üveg olívaolaj, amivel megkentem az embereket, amikor imádkoztam mértük. Kivettem a zsebemből, és megkentem vele az asszony homlokát. Letérdeltem az ágya mellé, és imádkoztam, majd végül így fejeztem be az imádságot. Jézus nevében, ámen! Felálltam, és menni készültem. A nő megállított, és azt mondta, Bé testvér, annak a gyülekezetnek az előző pásztora, mindig addig imádkozott, amíg le nem szállt az erő. Nos, én új voltam teljes evangéliumi körökben, ezért azt gondoltam, talán ők így szokták. Újra letérdeltem, tehát azelőtt még sosem imádkoztam le az erőt. Még csak nem is tudtam, hogy lehetséges leimádkozni azt úgy másfél óra után Isten ereje ránk szállt. Az egész szobát betöltötte Isten ereje. A nő úgy rászkódott, mintha rámarkolt volna egy elektromos vezetékre. Leimádkoztam az erőt, majd felkeltem és hazamentem. Megvallás Igei dolog megkenni valaki olajjal, és hittel imádkozni érte. A Jakab 5.15-ben az áll. a hitből való imádság megtartja a beteget, meggyógyítja a beteget és az Úr felsegíti őt.